temető, szabadtéri kiállítás, romkert és sírkövekből álló múzeum. A Salgótarjáni utcában vagyunk, a Fiumei úti sírkert és az MTK stadion között valahol félúton, a nagy temető meghosszabbításaként, ahol csak a villamos jár, és azért, hogy megismerkedjünk Budapest legkülönlegesebb zsidó temetőjével, ami idén lesz 150 éves. Mauzóleumok, síremlékek, kőfejfák, és mindez a túlnőtt fák és a természet dzsungelében. És egyik ámulatból lehet a másikba esni, ahogy a mauzóleumok romlásukban is a valahai gazdagságot hirdetik, ahogy a hatalmas kavarodásban a zsidó szimbólumok és a magyar népi motívumkincs elemei keverednek, a hagyományos kősírok között újabb és újabb műalkotás sírok bukkannak elő. Pest városa még 1872-ben kötött szerződést az izraelita hitközséggel, és adta át ezt a területet itt a Fiumei úti sírkert szomszédságában, mert a zsidóság első pesti temetői megteltek. Történelmi véletlen, hogy ez éppen egybeesett a kiegyezés utáni gazdasági fénykort hozó időkkel, amikor az emancipáció után gazdag zsidó családok emelkedtek fel, és gyakran már bárói ranggal felkenve lettek ennek a különleges sírkertnek a síremlék megrendelői. 1892-ig ez volt Pest egyetlen működő izraelita temetője, ami a századfordulóra lassan meg is telt. Mauzóleumok, síremlékek és a dzsungel. Ez Magyarország egyik legkülönlegesebb sírkertje, egy olyan korszelet, ami arról a pár fényes évtizedről üzen, de ugyanakkor egy pusztuló korszelet, mert azóta, mármint a bezárása óta alig foglalkozott ezzel a temetővel valaki. Egyébként ennek egy érintetlen földterületnek kellett lennie, mert a zsidó temetési szabályok szerint soha korábban ide nem temethettek, továbbá mindenképpen kőfallal kellett a zsidó temetőt körbevenni. Megjelennek itt még a korai héber német, később héber magyar feliratok, de megmaradtak a vallási szimbólumok, a menóra, a Dávid csillag és a Lévi kancsók, vagy a síremlékek szigorú kelet-nyugati tájolása. Az obeliszk-szerű, sokszor már gránit vagy fekete márvány síremlékek újabbak. A Salgótarjáni utcai temetőt a pesti zsidóság temetkezési és karitatív ügyeit intéző pesti Hevra Kadisa kezelte. Ez a jótékonysági szervezet bízta meg 1903-tól Lajta Bélát, hogy legyen a pesti zsidó temetők műszaki felügyelője, és az ő feladata volt az infrastruktúra kiépítése, de Lajta közben 14 különleges síremléket is tervezett ide, a későbbi zsidó temetőkkel együtt összesen 48-at. A fiatal Lajta rokoni kapcsolatai révén jutott ehhez a feladathoz. Ő tervezte például itt a temető bejáratát, ezt a várszerű bejáratot és a ravatalozót, ami egyszerre idéz valóban európai középkori mintákat, de szentföldi mintákat is. A ravatalozónak ez a kisebb megdolgozatlan fala, mintha a szentföldi siratófalra emlékeztetne. Egyébként a ravatalozó egy zárt épület volt, kupolás zárt épület, de sajnos a kupolája a 70-es években beomlott. Síremlékei egytől egyik kísérletező modern alkotások. A legismertebbek a Schwab, a Brody és a Gutmann család számára készültek, azok a művei, amelyeken az emberi alak ábrázolását tiltó zsidó temetőművészetben is sikerült a monumentalitást művészi színvonalon megoldania. És a híres családok. A gyáros Weiss van Frédé, az unikum atya Cvak Józsefé, de Kis József a költő, Fényes Adolf a festő, vagy a Budapest egyesítését kalap alá hozó Várma Mórt is ide temették el. A legrégebbi sírkövek még a régi leheltéri zsidó temetőből kerültek át, itt még az évszámok is a zsidó időszámítást követik. Az új temetőben az első fontosabb közéleti szereplő, akit ide temettek, Horn Ede volt, a 48-49-es szabadságharc izraelita tábori lelkésze, aki később az egyik első zsidó származású országgyűlési képviselő is lett.
A temető egyik legjobb állapotban lévő, mert felújított síremléke Weiss Manfredé és a családjáé, és azért, mert a családtagok ezt akkor is látogatták és gondozták, amikor a temető már bezárt. A családból Weiss Manfréd vitte a legtöbbre, miután vándorútjai után visszajött Magyarországra, szinte szembe jött a zseniális ötlet, üzlettársait beelőzve egy gulyás konzerv mintát küldött Bécsbe, aztán beindult a katonai konzervek és fémeszközök gyártása, majd a hadianyaggyártás. Csepeli gyárában 1944-ig készült minden konzerv és töltényhüvely, ágyú és repülő, és a lányait is jól házasította ki, Elza, a Mautner terménykereskedő cég egyik tulajdonosának felesége lett, a Mautner mauzólum is itt van ebben a temetőben, és a Weissek a 60-i Deutschokkal is rokoni kapcsolatba kerültek. A legnagyobb görög panteonra emlékeztető mauzóleum a valaha 60-i cukor és malomipart irányító 60-i Deutsch családé. Itt a későbbi generációk ismertek, például 60-i Ferenc, a festőművész, akinek már a Ibül lónyai 60-i villájában járt az egy hely, és 60-i Lajos, a mecénás, Adi és József Attila mecénása, akit egyébként a Farkasréti temetőben temettek már el. Rom állapotában is grandiózus, egy olyan korszeletet mutat be, aminek ma már semmi nyoma. Budapest ostroma után ide temették át a budapesti gettó halottainak jelentős részét, aztán az 1950-es évektől a temetőt már alig használták, és a temető később megállíthatatlan pusztulásnak indult. A temetőt aztán visszahódította a természet, a mauzólamokat megrongálták, kifosztották, volt olyan, amiben laktak is, és ahogy látjuk is, számos építmény életveszélyessé vált. 2002-ben a temető műemlék lett, 2016-tól pedig a Nemzeti Örökség Intézetének kezelésébe került. Ekkor apró lépésekben megkezdődött a rekonstrukció is, megkezdődött a dzsungel felszámolása, az egyes síremlékek felújítása. De temetések még a bezárás után is voltak. A költő Kis József unokáját, Sárát 2004-ben temették ide, és 2008-ban jelképesen Vázsonyi Vilmos, az első izraelita vallású miniszter, Svájcban elhunyt művészettörténész unokájának is a neve felkerült még a családi sírra. És kívül is van meglepetés, mert amikor visszaépítették a leomlott külső kőfalat, akkor kiderült, hogy a mauzólamokból hátrafelé, a fal felé is van egy kijárat, egy ki vagy bejárat, ahogy itt is látjuk. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.